Először választottak nőt az Európai Bizottság elnöki posztjára, igaz, kevesebb, mint 10 voksom múlott, egészen pontosan 9-en, hogy a politikus többséget szerezzen. Elemzők azt mondják, hogy az egykori német védelmi miniszternek kemény csatákra kell felkészülnie az uniós intézményeken belül. Most erről a témáról jöjjön egy rövid összefoglaló, utána pedig Hajdú Nórával, az IDEA intézet elemzőjével beszélgetünk. Nagy ölelés és puszi is járt az Európai Bizottság frissen megválasztott elnökének. Nagy volt az öröm, noha Ursula von der Leyen nem aratott elsöprő győzelmet, csupán 9 szavazatnyi többséggel választották meg. Köszönő beszédében azt mondta, a bizalom, amit kapott, az az Európába vetett bizalom. Megszavazása előtt Ursula von der Leyen az összes frakciónál látogatást tett, hogy maga mellett lobbizzon. A szociáldemokraták és a liberálisok akkor több konkrétumot vártak tőle. A keddi szavazás előtt elmondott beszéde azonban meggyőzte a magyar EP képviselők többségét. A következőkben Ursula von der Leyen hivatalos levélben kéri fel a tagállamok vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a bizottság országukból érkező biztosaira. Hajdú Nóra, tehát a vendégünk, jó reggelt, üdvözlöm. Jó reggelt. Hát, mennyire törékeny ez a többség? A 9 az valóban nem túl nagy szavazat különbség. Mi várható majd itt a jövőben? Önnek tegnap megjelent egy elemzése, és abban itt azt írta, hogy a kialakuló többség az ideglenesnek tűnik, és azt is hozzátette, hogy aligha képzelhető el például az, hogy a Fidesz, amely támogatást ígért egyébként az elnökasszonynak, és a DK, azon a szavazási magatartása, akár csak a tegnapot és túléli. Tehát magyarul, ha csak a belpolitikai helyzetet nézzük Magyarországon, nem fog tudni mit kezdeni azzal a helyzettel a Fidesz, és nem is fogja hosszú távon azt képviselni, hogy ugyanazt az álláspontot tartja egy kérdésben, mint mondjuk a DK. Na hát mi várható tényleg? Egyrészt tegyük egy kicsit tisztába, hogy valóban ez egy szoros eredmény volt Ursula von der Leyen számára, de egy többség az többség, és csak hogy legyen összehasonlítási alapunk, például Javier Barrosót, aki azért mégiscsak 10 évig volt az Európai Bizottság elnöke, pontosan ugyanennyi 383 szavazattal juttatták ebbe a székbe annó, és elég jól menedzselte utána 10 éven keresztül a bizottságnak. Na, erre már biztos, hogy senki nem emlékezett egyébként. Igen, így van. Egyébként pedig, ami szerintem a legfontosabb üzenete a Ursula von der Leyen megválasztásának, hogy milyen koalíció állt föl mögötte, akik támogatták, és ez pedig a néppártból, a liberálisokból és a szocialistáknak a nagy részéből állt, azaz egy nagyon elkötelezett európapárti többség volt mögötte, és ez szerintem azért volt nagyon fontos, hogy létrejött, hiszen a májusi EP-választási eredmény már egy nagyon erős üzenetet adott arról, hogy az európai polgárok egy európapárti parlamentet állítottak össze, és ez hát az Európa, így van, és ez a mostani szavazás tulajdonképpen azt az üzenetet, ha úgy tetszik, teljesítette be azáltal, hogy bizalmat szavazott egy olyan jelöltnek, aki egy kifejezetten centrista politikus egyébként, és aki abban a beszédben, amit tartott a megválasztásának a napján, olyan üzeneteket fogalmazott meg, olyan üzenetek sorozatát fogalmazta meg, amely szimbolikusan is túlmutatott a saját pártjának a területein, hiszen akár egy új zöld politikának a meghirdetése, akár az európai minimálbérnek a bejelentése, mármint hogy az ezzel kapcsolatos gondolkodás, akár a menekültügynek az európai reformja, ezek mind-mind olyan ügyek voltak, amelyek üzentek a saját pártján túl is a progresszíveknek, a liberálisoknak, a zöldeknek, a szociáldemokratáknak. Azzal viszont egyetértek, amit ön is mondott, hogy nem dőlhet hátra a székben Ursula von der Leyen, ezt az Európa párti többséget ügyről ügyre kell majd megnyernie saját maga számára. Ez nagyon fontos kihívás lesz szerintem a következő időszakban. És még egy dolgot érdemes hozzátenni, Ursula von der Leyennek nem csak a Európai Parlamentben kell ügyről ügyre többséget teremtenie, hanem ahhoz, hogy ezt a rendkívül ambiciózus vállalást teljesíteni tudja a következő évben, szüksége lesz majd az Európai Tanácsnak a támogatására, ott pedig olyan euroszkeptikus kormányfők ülnek bent, akiknek a megnyerése egy rendkívül bonyolult feladat lesz. Igen, itt személyenként valóban igen, de összességében véve egyébként, ha a folyamatokat nézzük, szerintem nagyon sok embernek tulajdonképpen mindegy, hogy hívják a bizottság elnököt, legyünk őszinték, de azért a fő folyamatok fontosak. Tehát azok, akik egy egységes, erős Európában hisznek, és sok minden érték letéteményesének tartják az Európai Uniót, mint olyat. Ők összességében azért a bizottsági elnökasszony személye kapcsán megnyugodhatnak, meg a folyamatok kapcsán, mert ugye azért itt nagyon sokan várták az euroszkeptikusok és a szélsőségesek, radikálisok megerősödését. Ez pedig úgy tűnik, hogy nem következett be abszolút olyan mértékben semmiképpen.
Semmiképpen, hiszen már maga a májusi választás is arról szólt egyébként, hogy Európa milyen irányt vesz, azaz lesz-e olyan többség, amely hát folyamatosan a szélre tudja szorítani a populistákat és a radikálisokat, azaz, hogy a radikálisok elérnek-e 30%-ot az EP választáson, ez ugye nem következett be, és azt is látjuk, hogy nem csak az Európai Parlament nem lett egy populistább parlament a korábbiakhoz képest, hanem az Európai Néppárt, tehát a konzervatív párt család sem tolódott jobbra. Tehát az, ami Orbán Viktor nagy terve volt, hogy ugye folyamatosan lebegtették, akarják-e ők még ezt a néppártot, vagy nem, mert a néppártnak van nagyobb szüksége a Fideszre, vagy nem, de nyilvánvalóan ez a lebegtetés, ez arról szólt, hogy meg akarták várni, hogy milyen irányba indul el a néppárt, lesz-e eltolódása jobbra, és hát ez nem következett be. Így van, ez nem következett be, és megint csak hangsúlyozom, hogy viszont azok a pártok, vagy pártcsaládok, amelyek viszont egy ezzel szemben egy erős Európában, egy elkötelezett Európában gondolkodnak, azok viszont megerősödtek a szavazást követően, hiszen a zöldek, a liberálisok, a szozdemek és a néppárt ugye ebből a európai parlamentből több mint 444 szavazattal rendelkeznek, illetve még hozzá kell tennem akkor a zöldeket is, tehát ez egy nagy többség, amely elkötelezett Európa megújításában. Nézzük, hogy a magyarországi belpolitikai helyzetre nézve ez mit mutatott. Próbálom azért leegyszerűsíteni nagyon a kérdést, mert hogy a kormányzati kommunikáció is mindig nagyon leegyszerűsít, és talán így jutunk legközelebb az igazsághoz. Eddig ugye a Fidesz kommunikációja uniós kérdésekben az az volt, hogy van a migránspárti ellenzék, meg vagyunk mi. Meg van a hazaáruló ellenzék, meg vagyunk mi, akiknek a magyar nemzete fontos. Teljesen egyértelmű demarkációs vonalakat lehetett felállítani, mi meg az ellenzék. Most pedig előállt ugye így a szavazás kapcsán egy olyan helyzet, hogy például a DK-val meg a Momentummal szavaznak együtt. Kommunikáció, politikai kommunikáció szempontjából hogyan fogja tudni kezelni a Fidesz ezt a helyzetet, hiszen számukra az egyik legfontosabb kérdés ez. Fontos azért hozzátenni, hogy valóban együtt szavazott a Momentum, a DK és a Fidesz, de azért a Fidesz a saját pártcsaládjának a jelöltjét támogatta, hiszen Ursula von der Leyen egy konzervatív politikus, tehát tulajdonképpen azt tették, ami a nagykönyvben meg volt írva az ő számukra, mint szavazási magatartás, és azt is tegyük hozzá, hogy azután, hogy a Fidesz elutasította akár Manfred Webert, akár Franz Timmermanst, nem nagyon volt lehetősége arra, hogy egy harmadik jelöltet ne támogasson. Az egy más kérdés, hogy Ursula von der Leyen egy nagyon centrista jelölt, a saját pártján belül egyébként a bal szárnyhoz kötődő, hiszen akár családügyi miniszterként, akár munkaügyi miniszterként még Németországban számos olyan ügyet támogat, melegek házasságától kezdve a nőknek a munkábaállásáig, a nőknek a felügyelőbizottsági tagságainak az emelését Németországban, amelyek hát mondjuk úgy, hogy a Fidesz politikájában eddig nem nagyon jelentek meg. És ezért kérdezem, hogy itthon a hazai kommunikációban, ami a saját választóik felé fog szól, mit tudnak tenni perspektívikusan ezzel a helyzettel? Szerintem a 7 gyermekes kereszténydemokrata bizottságjának. Igen, ugye láttuk, hogy a Fidesz egy keresztény családanyának akarta beállítani Ursula von der Leyent, aki egyébként ezzel szemben egy olyan politikát vitt az elmúlt években Németországban, ami éppen hogy folyamatosan megkérdőjelezte azt a CDU-s családpolitikát, ami az előző évtizedeket meghatározta. Tehát egy reformere volt a saját pártjának. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz az ő politikai hátteréből azokat az elemeket kívánja kiemelni, ami a saját üzenetét alátámasztja. Szerintem majd az fogja eldönteni. Ilyet nehéz találni. Igen, ezért mondom, hogy ott például az, hogy 7 gyermekes családanya, az ugye nem véletlenül ezt hangsúlyozták. Szerintem az, hogy a következő években majd mit tudnak kezdeni Ursula von der Leyennel, az attól fog majd függni, hogy az elkövetkezendő hónapokban milyen ügyeket vesz elő egyébként Ursula von der Leyen, és hogy ezeknek az ügyeknek a kezelésében milyen támogatást kap akár az Európai Parlamenttől, akár az Európai Tanácstól. Szerintem sokan kíváncsian várjuk a fejleményeket. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.